Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok. Lássuk, miről szól a mai magazinunk. Szociális gondoskodás. Készülődnek a karácsonyi adományozásra. Hagyományokat őriznek, megtartották a 7. felvidéki bált. Birmálkozás. 50-nél is többen újították meg a keresztségi ígéretet. Programok az évben. Színes kínálat várja az érdeklődőket. Készülnek a karácsonyi segélyezésre a Bátaszéki Gondozási Központ munkatársai. A meglévő készletek mellé várják a felajánlásokat, melyekkel a legszegényebb rétegek karácsonyát szeretnék egy kicsit könnyebbé tenni. Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető azt mondta, elsősorban játékokra és tartós élelmiszerekre van leginkább szükség. Ezek a kis ruhák már arra várnak, hogy rövidesen új gazdára találjanak. A Bátaszéki Gondozási Központban ilyen tájt már készülődnek a karácsony megelőző jótékonysági akcióra. A csomagok az ünnepeket megelőző napokban jutnak majd el az illetékesekhez. Az idei évben is, mint ennek már sok-sok éves hagyománya van, karácsony közelettével szeretnénk megint adománygyűjtő akciót szervezni az önkormányzattal közösen, illetve hát a gondozási központ. Amiket mi várunk, vagy nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha eljuttatnának hozzánk, azok a gyermekek részére játékok, mesekönyvek, édesség, és a családok részére pedig tartós élelmiszer. Itt gondolok legfőképpen ugye cukor, liszt, és a konzervek, amire májkrém készítelek, amire nagyon nagy szükségünk lenne. Az adományokat, amiket természetben jutatnak el hozzánk, azt a gondozási központ Budai utca 21-es épületében várjuk december 13-áig. És igen, mi fogjuk a kollégákkal összeállítani ezeket a csomagokat. Ennek két formája lesz, ugye külön összeállítunk csomagokat a rászoruló gyerekek részére, illetve a családoknak, egyedülállóknak, azoknak, akik krízis helyzetben vannak, nehéz helyzet állt elő náluk, és az ő részükre is szeretnénk tartós élelmiszerből összeállítani egy csomagot. A felmérések szerint élelmiszercsomagból 160-at készítenek majd össze a szakemberek, míg a jelenlegi tudás szerint 110-120 kisgyerek számára állítanak majd össze ajándékokat. A gyerekek esetében ugye a legtöbb a gyermekjóléti szolgálat ellátásában van, és hát a kollégák a beszélgetések során igyekeznek mindig kideríteni azt, hogy mire vágynak, hiszen ők ilyenkor írnak a télapónak, a Jézuskának, mik a kis vágyaik, miket szeretnének. Nagyon sok család nem tudja megvásárolni azokat a dolgokat, amire a gyerekek vágynak. Most ne arra gondoljunk, hogy ezek valami hatalmas nagy dolgok, de például egy színes ceruza, egy kifestő, egy mesekönyv, egy kis püssjáték, és igyekszünk mi ezeket a csomagokat akkor személyre szabottan összeállítani a gyerekeknek, hogy tényleg nagy legyen a boldogság, amikor megkapják. Az ajándékcsomagok csak a segítség egy formáját jelentik. Emellett az önkormányzat már évek óta működtet egy számlát, melyre pénzbeni támogatásokat várnak. 2019 év végén Bátaszék város önkormányzata karácsonyi adományokhoz kapcsolódóan létrehozott egy elkülönített számlát. Erre a számlára lehet a pénzbeli adományokat utalni, illetve Bátaszékváros önkormányzatának van egy természetbeni kerete az ilyen családoknak a támogatására. Szintén több éves hagyománya van itt a településünkön. Németh Nándor vállalkozó, aki december 24-én a rászoruló családoknak az ő barátaival, ismerőseivel mindig nagy mennyiségű ételt főz, egy tál ételt, amit december 24-én már reggel 8 óra óta átvehetnek azok, akik szeretnék ezt igénybe venni. Meleg ételből mindenki igény szerint vihet haza. Tehát ha valakinek több szeméről is gondoskodnia kell, akár több adag meleg étellel is távozhat.
A rászorulóknak szánt élelmiszert és játékot, gyerekruhát a Bátaszéki gondozási központba várják a szociális szakemberek. Ezekből összeállítják a csomagokat, majd önkéntesek bevonásával juttatják el az érintettekhez. Megtartották a 7. felvidéki bált Bátaszéken. A járványügyi korlátozások miatt csak jóval kevesebben tudtak részt venni az eseményen, mint korábban. Kalmár Éva, az egyesület vezetője úgy nyilatkozott, ez az este az összetartozás jelenti nekik. Szeretettel köszöntelek benneteket a tánccsoport nevében, és nagyon örülünk, hogy itt vagytok velünk. A 7. felvidéki bált gömöri táncokkal nyitották meg az egyesület tagjai. A 8. lenne, de ugye tavalyi évben nem tudtunk bált tartani, ezért a 7. üljük idén. Nagy örömünkre, mert hogy kell a csoportnak, kellenek a barátoknak, hozzátartozóknak. Sajnos nem annyian tudnak eljönni, ahányan szeretnének, mert ugye betartunk minden előírást, amit ugye kell. De itt vagyunk, és jól érezzük magunkat, és végre bálozhatunk. A művelődési háznak ugye vannak adottságai, tehát ide kényelmesen a 90-100 fő fér be. Hogyha ennél többen vagyunk, akkor az általános iskola étkezőjében szoktuk a bálunkat tartani. Most bőven elférünk itt a művelődési házban, de én azt gondolom, hogy így is jó, mert azért, aki szeret minket és el tudott jönni, az itt van velünk, és tudunk egy kis viszonzásképpen egy kis köszönetet, hálát mondani nem csak az egyesület tagjainak, hanem ugye mindazoknak, akik minket támogatnak, akik a barátaink, a családnak, hogy eljönnek, egy kis műsorral kedveskedünk nekik, ma este folyamán gömöri táncokat fogunk nekik bemutatni, és utána hajnalig szórakozunk, beszélgetünk, táncolunk. Kalmár Éva, az egyesület vezetője elmondta, nagyon megviselte a csoportot a tavalyi év, de amint lehetett, újult erővel álltak neki a munkának. Amikor ugye megnyíltak a lehetőségeink, akkor nem az volt az elsődleges cél, hogy most új koreográfiát tanuljunk, hogy ott folytassuk, ahol abba hagytuk, mert hogy nem is tudtuk volna, ugyanis hát ez az elmúlt egy év, ez rányomta a pecsétjét az egyesület életére, sokan lemorzsolódtak, akik maradtunk, ugye sokat felejtettünk, tehát újra össze kellett rázni eleve a csapatot, hozzászokni ahhoz, hogy újra vannak kötelességek, vannak táncpróbák, tehát hogy jöjjenek az emberek, és szépen fokozatosan kezdtük újraépíteni a csoportot. Szerencsénkre és nagyon nagy örömünkre sok új kisgyerek, tehát elsősorban gyerekek csatlakoztak hozzánk, és csatlakoztak újra hozzánk régi táncosaink, akik ugye különböző okokból évekkel ezelőtt abba hagyták, akár családalapítás, akár ugye főiskolai, egyetemi tanulmányaik miatt felfüggesztették a táncolást, most ők is visszatértek. Most sem vagyunk sokan, de többen vagyunk, mint ahányan elkezdtük, és ez nagyon nagy öröm nekünk. Minden csoport, aki emberekkel foglalkozik, és ugye a lételeme az, hogy összegyűjjünk, hogy próbáljunk. Én azt gondolom, nem csak a mi csoportunk, hanem minden tánccsoport, minden énekkar, minden csoportosulás megsínli azt, hogyha újabb lezárások következnek be, de mi bízunk abban, hogy ez nem lesz. Ha lesz, akkor alkalmazkodunk és túlélünk, és bízunk abban, hogy utána ugyanúgy folytatjuk, ahogy abba hagyjuk. Ez a mai este nekünk elsősorban az összetartozást jelképezi, az egyesület tagjai között, illetve
ide hozzánk tényleg azok jönnek el, akik valamilyen formán szeretnek bennünket, támogatnak minket, szimpatizálnak velünk, és tényleg, tehát nem mondhatjuk azt, hogy akár egy idegen is lenne itt a vendégek között. Nagyon jó hangulatú szokott lenni ez az este, és tényleg mindenki nagyon várja, ugye nagyon jó zenekarunk is van. Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog az Egyesület életében, mert a hétköznapokból egy kicsit kizökkent minket, tehát nem csak a táncpróba van ugye az életünkben, hanem egy kicsit a mulatságé, a szórakozásé és az önfeled beszélgetésé. A bérmálás egy olyan szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát. Erőt és küldetés kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az egyházban és a világban. Bátaszéken ezúttal több mint 50 bérmálkozó újította meg a keresztség ígéretét, és vált ezáltal nagykorú keresztényé. Vasárnap délután szinte teljesen megtelt a bátaszéki Nagy Boldogasszony templom. Ünnepelt a helyi katolikus közösség, ugyanis 45 fiatal és 6 felnőtt részesült a bérmálás szentségében. Biztos vagyok benne, hogy minden plébános a bérmálás alkalmával nagy-nagy reménnyel tekint előre. Ugyanígy vagyok én is. Reménnyel tekintünk, hogy bizonyos közösségekben azért megmarad a hit, és át tudják adni a családokon keresztül. Azt viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy az a hit tud tovább átadódni, ahol a családi életben erős alapokra volt építve. Én azt gondolom, hogy az országos átlagban mi is ott vagyunk, mint ahogy minden közösségben van erősebb, fiatalabb generáció, és van gyengébb is, de azt gondolom, hogy nekünk mind a gyengéket, mind az erőseket föl kell karolnunk és segítenünk kell, támogatnunk kell abban, hogy igazán megmaradjanak a hitnek az útján. Ez a beavató szentségeknek a harmadik szentsége. Ugye van az keresztség, az eukarisztia és a bérmálás. Mindháromnak nagyon fontos üzenete van a keresztény életben. A keresztség Isten gyermekévé tesz, az eukarisztiában, az oltári szentségben lelkünk tápláléka lesz Krisztus, és az Szentlélek által pedig megerősít bennünket mind a hitünkben, és meghív bennünket a tanúságtételre az evangélium által. Az eseményen Felföldi László püspök bérmált. Kit választott a védőszentet? Rita, vedd a Szentlélek ajándékának elé, ígéred, hogy jó katolikus leszel, békesség veled. Minden igazi régi kultúrában és az emberiség életében a felnőtté válás az egy rendkívül fontos pont volt, és valójában az ünnep is volt. És igazából az hétköznapi kultúrából eltűnt ez. De a kereszténységben a bérmálás szentsége az valójában a misszióra való küldetés, megerősítés, és ezért én rendkívül fontosnak tartom, hogy ez így megtörténik, és ilyenkor tudatosítjuk, hogy innen már én felnőtt leszek. Természetesen mindig van a felnőttek között, akik nem bérmálkoztak, és akik úgy gondolják, hogy na most akkor ők is a bérmálás szentségében megerősítik a szívüket, hisz a keresztény felnőtt nagykorúság az valahol a lélekben, a szívben érik meg, és az nem a korral jár együtt, hanem a léleknek az alakulásával. Tehát főleg akik ugye később keresztelkednek meg, azok is később kapják meg a szívükben, és gondolják végig ezt az utat. Ezért egy ilyen ünnep mindig egy kicsit az egész közösséget, a családot megerősíti, és most az a kultúra, az a világ, amiben jutottunk, rendkívül fontos, hogy a keresztényeket megerősítse abban, hogy nagykorú keresztényé kell válni, akinek a feladata, a küldetése, a misszió. Az első pünköskor ezt kapták az apostolok, elindultak, és ez kell ma is az egyháznak, a családoknak, és hiszem, hogy ezek a fiatalok előbb-utóbb megérzik ennek a küldetésnek az örömét,
és a gazdagságát. Eddig adták generációkon keresztül, most egy új kezdődik el, és most sokkal nagyobb felelőssége van újra a családoknak, és még súlyosabb az egyháznak. Tehát nem természetes, hogy ez tovább megy, hanem most ezt kell nekünk megerősíteni, öntudatossá tenni, hogy természetessé váljon, hogy az életet, a szeretetet, az emberséget, a hitet továbbadom. Cseh Tamás emlékest, bál, faültetés, kiállítás. Csak néhány program, amivel az elkövetkezendő hetekre készül a Petőfi Sándor Művelődési Ház. A szervezők remélik, hogy a koronavírus járvány alakulása nem akadályozza majd a rendezvények megtartását. Kirakodóvásár, bál, koncertek és még számos más rendezvénnyel várják az érdeklődőket az elkövetkezendő másfél hónapban a Bátaszéki Petőfi Sándor Művelődési Ház munkatársai. Próbáljuk a generációkat megszólítani, tehát az érdeklődésben és a korban is megpróbálunk differenciálni, illetve olyan rendezvényeket szervezni a házban, amelyek elérhetnek sok embert vagy több embert. November 9-én kedden egy bababőrzét tartunk, amelyre a kisgyermekes édesanyákat vagy akár nagyszülőket várjuk, akiknek vannak olyan holmiaik, amelyek jó állapotúak, de mondjuk fölöslegessé váltak, és szívesen eladnák, vagy nehogy Isten elcserélnék. Úgyhogy jönnek a babák és a mamák reményeink szerint, őket nem csak egy ilyen kis babapiacon, hanem emellett még gyümölcstával és babazenével is várjuk. November 12-én pénteken délután 5 órától a Művelődési Ház által indított rajzverseny eredményhirdetését tartják, és ezzel egy időben a beérkezett művekből készült kiállítást is megnyitják. A Petőfi Sándor Művelődési Ház dolgozói úgy döntöttek, hogy kiírnak egy ilyet is, illetve megpróbálkozunk újra a gyerkőcöket is, és a kreativitást becsempészni a Művelődési Ház falai közé. Úgyhogy Bella István egyik verses mesét választottuk, ez az illusztráció verseny főszereplője. Rengeteg rajz érkezett különböző technikával, óvodásoktól, általános iskolásoktól, sőt a környékben lévő óvodákból és általános iskolákból is kaptunk rajzot, úgyhogy erre is sok szeretettel várunk mindenkit. Hogy november 13-án, 17 órától szombaton Cseh Tamás emlékes lesz itt a Művelődési Házban. Ez szintén a Dériné program keretein belül fog megvalósulni, ami azt jelenti, hogy az a legfőbb pozitívuma, amellett, hogy minőségi szórakozást biztosít a házba a betérőknek, hogy ingyenes lehetőség. Ugyan ez nap este 9 órától egy jó kis retrobuli bakelit parti is várja a szórakozni vágyókat. Jövő héten pedig november 18-án, csütörtökön 18 órától egy jó hangulatú jazz estre fogjuk várni a hozzánk érkezőket. Márkus Tibor és az Equinox koncertje vár minden érdeklődőt. De hogyha egy kicsikét tovább kell szaladnom, akkor elmondom, hogy 27-én Erzsébet Katalin bál lesz itt a nyugdíjasok szervezésében.
November 13-án délután újra fát ültetnek a Tolnai városban, de most a legkisebbeké lesz a főszerep. A facsemetéket ugyanis Bátaszék legfiatalabb lakói kapják. December 2-án a Finucci Brothers lesz a vendégünk, szintén egy jó hangulatú jazzest keretén belül várjuk a hozzánk érkezőket. December 8-án Biszák László szexári festőművész kiállításának a megnyitója lesz a délutáni órákban, ez is nagyon jónak ígérkezik. És talán, hogyha egy kicsikét így a december közepére szaladnék, vagy végére, el kell mondanom, vagy ki kell emelnem, hogy az adventi vásárunk és programunk az 11-én a délutáni óráktól várja a piactéren és a környéken az érdeklődőket, december 17-én pedig a Bátaszéken élő 70 éven felülieket fogjuk vendégül látni és megünnepelni egy ilyen karácsonyi ünnepély ünnepség nótaest keretén belül a sportcsarnokban. A jelenleg hatályban lévő korlátozások egyelőre csak a zenés táncos rendezvényekre vonatkoznak, ami azt jelenti, hogy a megszervezett rendezvények nagy része korlátozások nélkül látogatható. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!